Megjöttünk. Szóval áldottak vagytok, nem látom, hogy beírtátok volna-e, hogy honnan vagytok. Drága villalakók, beköltöztetek a villába. Némelyek már lassan egy hete vagy két hete. És ki sem mozdultatok onnan eddig. Hogy érzitek magatokat? Hogyha kommentáltok, azt megköszönöm. Mert így aktívabb lesz az egész. Szóval beköltöztetek a villába. Túl voltok az első héten, némelyek. Van, aki munkába jár, de azért ott is bizonyos szempontból korlátozva vagytok. És az igazán izgalmas, az most kezdődik. Ugye jók ezek a valóságsok, amikor beköltöznek az emberek a villába, és össze vannak zárva. Az első hét az még az újdonság erejével hat, minden izgalmas, minden más, minden kicsit új. De aztán kezdődik az izgalom, mikor már kezdik a megszokott komfortzónájukat lekorlátozva érezni az emberek magukat. És erről szeretnék nektek az Isten ige alapján buzdítást mondani, hogy nagyon izgalmas új szituációban vagyunk benne. De szeretném, hogy tudnátok, hogy ebben az új szituációban nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül otthon. Még hogyha egyedül is lennél otthon, akkor sem vagy egyedül. Nem vagy egyedül a munkahelyeden, és nem vagy egyedül benne ebben a helyzetben. És kezdésnek szeretném megkérni a drága áldott feleségemet, hogy jöjjön és vezessen minket imában, segítsen felkészülni szívünkbe, lelkünkbe is, hogy be tudjuk fogadni ezt az üzenetet, hogy nem vagyunk egyedül, az Isten velünk van. Ugye így is mutatkozott be Jézus, így is mutatkozott be, amikor megszületett, hogy Immanuelként érkezett, ami azt jelenti, hogy velünk van az Isten. Úgyhogy meg is érkezett áldott drága feleségem, aki imádkozni fog most velünk. Sziasztok, drága áldottak és szeretettek! Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, és hát egy nagyon izgalmas hét után vagyunk most itt együtt online vasárnap. Ilyen még nem volt a mi világtörténelmünkben, az biztos, pedig nem tavaly előtt születtem én se, de egy tényleg rendkívüli hét áll mögöttünk, és csak bátorítani szeretnének én is mindannyiótokat tényleg pár szóban, hogy mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk, és ugyanabban a cipőben, ki melyik oldalán, és tényleg ragadjuk meg tényleg a legjobbat mindebből, mert lehet nézni mindazokra a dolgokra, amik nincsenek, és amik nem adatnak meg most ebben az időszakban, de nézhetünk arra is, ami viszont megadatik, és ami egy különleges ajándék, és egy különleges élmény, és én azért imádkozom, hogy lássuk meg mindannyian, lássatok meg ti is, ahogy bemegyünk a következő hétbe is, hogy mik azok az extra dolgok, mik azok az ajándékok, mik azok az áldások, amik ebben az időszakban vannak elkészítve nektek, nekünk, Istentől, amiket meg lehet ragadni, és amik gyarapítanak és gazdagítanak minket, és adjunk ezekért hálát. Úgyhogy ebben szeretnélek tényleg vezetni most titeket, hogy együtt adjunk hálát, és együtt emeljük fel a hangunkat, és egyszerűen is köszönöm neked, drága mennyei apukám, Jézus Krisztus, drága Szent Szellem, hogy te jó Isten vagy, és te mindig készítesz kiutat, te mindig jót készítesz, és jót adsz annak, akik szeretnek téged. És köszönjük, hogy megvan írva, hogy minden a javát szolgálja azoknak, akik téged szeretnek. És köszönjük, drága Úr Jézus Krisztus, hogy hálával jöhetünk ma is eléd, hálával jöhetünk eléd az elmúlt hétért is. Köszönhetjük neked, drága Úr Jézus, mindazt a minőségi időt, amit adtál nagyon sok családnak. Köszönhetjük neked ezeket a csodálatos otthon töltött időket, kapcsolatokat. Köszönhetjük neked, drága Úr Jézus Krisztus, a te támogatásodat, a te békességedet, a te örömödet, és ezt a lelassulást a mi életünkben, aminek vannak nyilvánvalóan olyan oldalai, amik fájdalmasak, de köszönjük neked, drága Jézus Krisztus, hogy te vagy a helyreállásnak az Istene, te vagy a kárpótlásnak az Istene, és ezért nincsen okunk búslakodni, hanem csak is örvendezni van okunk, és köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy megnyitod a mi lelki szemeinket, és egyszerűen csak kitisztítod a mi gondolatainkat, hogy halljuk a te hangodat, lássuk a te arcodat az elkövetkezendő héten és hetekben is, drága Úr Jézus, és vezess minket, köszönjük azt, hogy te füves legelőkhöz vezetsz minket, és még hogyha halál árnyékának a völgyén is megyünk át. Drága Úr Jézus, te ott vagy velünk, és te vigasztalsz minket. A te vesződ és a te botod, a te golgotai kereszted igazi és valós vigaszt számunkra. Köszönöm neked, drága Úr Jézus, hogy megóvsz tényleg
mindannyiunkat a bajtól. Köszönjük neked, drága Úr Jézus Krisztus, hogy hirdethetjük a te véredet és a te helyreállásodat minden olyan nemzetre, ahol most nagy szükség van, és így kiáltunk hozzád, drága Úr Jézus Krisztus. Így kiáltunk hozzád Olaszországért, és így kiáltunk hozzád Horvátországért és Zágrábért, és így kiáltunk hozzád, drága Jézus Krisztus, Németországért, Franciaországért, Svájcért, Európa többi államáért, és Magyarországért is, drága Úr Jézus, hogy a te véreddel egyszerűen csak áraszt ki a te kegyelmedet, drága Úr Jézus, áraszt ki a te helyreállításodat és a te védelmedet, és jöjjön el tényleg a te országod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ezen körülmények közepette is, mert tudjuk, hogy ez nem tőled van, hanem a gonosznak a munkája ez. És te név vagy minden betegség felett, te név vagy a koronavírus felett, te név vagy a földrengések felett, te név vagy a megbetegedések és a halálozások felett. Köszönjük, hogy te az életnek az ura vagy, ezért csak ragyog fel fölöttünk az elkövetkezendő héten is, ragyog fel minden ember szívében, minden háztartásban, minden családban, a legkisebbektől, a legkisebb gyermekektől, a legidősebbek kis, drága Úr Jézus. És köszönöm, hogy betöltesz minket a te természet feletti minden értelmet meghaladó békességeddel, bölcsességeddel és örömöddel az elkövetkezendő időkben is. És én ezért hálát adok neked. Amen. Amen. Halleluja. Nagyon szuper. Ugye múlt héten azzal foglalkoztunk, hogy az imának hatalmas ereje van, és mindig ér imádkozni. Imádkozzunk minden szükségben, hirdessük ki az Istennek az akaratát, az Istennek a tervét, amit csak jó, ő jót készített, ő nem romlást készített, hanem ő csak jó dolgokat készített. És szeretnénk ezt a sort folytatni egy kicsit az imádkozással, múlt héten le is maradt egy-két ima téma, viszont azóta csomó minden történt a világban, csomó minden történt a hazánkban is, és ebből a szempontból szeretnénk odaállni a résbe, és megkérném az egyik barátomat, drága szeretett testvéremet, Petit, hogy készüljön. Nagyon jó volt, Gyuri, amit mondtam, mert ez volt egész délelőtt bennem, ahogy készültem imával, hogy nem vagy egyedül, és ezért is imádkozom most mindenkiért, hogy nem vagyunk egyedül. Lehet, hogy fizikailag nem látunk magunk körül mást most ezekben a napokban, de hogy nem vagyunk egyedül, az Úr itt van bennünk, és ezt ki is hirdetem, hogy az Úr veled van, megerősít minden esetben, soha nem hagy téged egyedül, bármilyen sötétség is jön, és anyagilag is, hogyha jön a sötétség, jön az, hogy elveszted a munkádat, az Úr nem hagy egyedül, hanem megolajoz téged, megsegít téged, Jézus Krisztus nevében kihirdetem, hogy mindenkinek betölti a szükségeit, ahogy Izrael is egyedül volt, 40 éve egyedül semmi más néppel nem tudott csatlakozni, egyedül voltak magukban, egyedül volt illés, de az Úr kirendelte a mannát, kirendelte a hollók keresztül a húsokat. Urunk, most is töltsd be a szükségeit a testvéreinek, látogass meg őket ott, ahol vannak, húzd ki őket a mély gödrökből, minden depressziót megtörök Jézus Krisztus nevében az életetekben, az elmétekben, minden magaslatot lerombolok Jézus Krisztus nevében. Nincsen anyagi aggódásotok, segítik egymást a testvérek, szeretnek benneteket, sokan, nyugodtan nyúljatok ki, szóljatok az Úrhoz, Illés hozzánkhoz hasonlóan ember volt, kiáltott az Úrhoz és meglett, amit kért, ugyanígy ti is kérjetek nyugodtan az Úrtól, be fogja tölteni a szükségeteket, ne féljetek, ne aggodalmaskodjatok, hanem jöjjön el újra a reménynek, a bizalomnak az ideje, bízzatok az Úrba, bízzatok egymásba, segítsétek egymást Jézus Krisztus nevében, és hálát adok, Uram, azért, hogy Magyarországon ilyen monetárius intézkedések történtek, hogy az embereknek elengedték azt, hogy az év végéig ne kelljen fizetniük a hiteleiket Jézus Krisztus nevében. Köszönjük ezt neked, Urunk, kérünk, Urunk, adj kegyelmet, hogy azokat az összegeket, amik most az embereknél, a te gyermekeidnél, Magyarország nemzeténél vannak, azokat bölcsen használják fel, osszák be Jézus Krisztus nevében, minden területre legyen az elég, és ahogy az özvegyasszonynak is ott volt az olaj, ott volt a liszt, megsokasítod azt, ami van, Uram, a te bölcsességed, a te szereteted által, és most kiálltok azokért, akik elvesztették esetleg a munkájukat, és nem látják a jövőt, lesz jövőtök, eddig is volt valahogy, és az Úr veletek van, és megsegít benneteket, ne azt nézzetek, hogy ma mi van, hanem nézzetek reménnyel a jövőbe, és az Úr töltse be minden szükségeteket, nem lehet közöttünk olyan, aki éhezik, aki szomjazik, minden területen az Úr ellát benneteket, betölti a szükségeiteket, szóljatok egymásnak is, nyúljunk ki egymásért, ahogy megmondta az Úr is, hogy arról fognak minket megismerni, hogy egymást szeretjük. Szeressétek egymást, a szeretet az ad, szeretni nem lehet adás nélkül. Adjatok egymásnak, segítsétek egymást, lássátok meg egymást, hívjátok egymást, Jézus Krisztus nevében támogassátok egymást, és áldjon meg benneteket az Úr, ahol vagytok, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ámen, nagyon szépen köszönöm, Peti. És folytatnám is igazából pont, ahol abba hagytad, hogy adjunk egymásnak. Ugye mindenféle válságstábok állnak fel, szerte a világban, az országban, a cégekben, a különféle szervezetekben, még az egyházban is válságstábok állnak fel. Mi viszont arra hívlak benneteket, hogy ne válságstábok gondolkodzatok, és ne ez legyen a szíveteken, hanem áldásstábok. Mi is a gyülekezetben elkezdtünk ezen a héten áldásstábot felállítani, akinek az a lényeg és az a célja, hogy tudassuk azokkal a testvérekkel, azokkal az emberekkel, azokkal a barátokkal, azokkal a látogatókkal, akik a gyülekezethez kapcsolódnak és tagjai, vagy haszonélvezi annak az áldásnak, az Isten a szívbunkeren keresztül közvetít, hogy nincsenek egyedül. Néha lehet elég csak egy telefonhívás, elég csak egy Skype bejelentkezés, elég csak az, hogy meghallgatjuk őket, hogy mi van veled, hogy vagy, mit csinálsz, merre vagy. Máskor, és vannak ilyenek, és erre bátorítunk, hogyha te az egészséges korlátjaidnak a mentén meg tudod oldani, például, hogy valakinek elmész bevásárolni, és le tudod rakni az ajta elé, nyilván nulla vagy minimális fizikai kontaktussal, az is egy áldás tud lenni számodra, és az is egy áldás tud lenni ennek az embernek. És az a lényeg, hogy engedjétek szabadjára a fantáziátokat, engedjétek szabadjára az isteni elhívást a ti életetekben, mert ti arra vagytok elhívva, hogy áldás legyetek sokaknak. És ebben nem lehet eleget adni. Nem lehet eleget adni az idődből, nem lehet eleget adni a forrásaidból, a figyelmedből, a megértésedből. Ugye onnan kezdtük, hogy be vagyunk zárva a villába, és ez nem egyszerű senkinek. Ez nem egyszerű se azoknak, akik hozzá vannak szokva az egyedüléthez, a magányhoz. Ez nem egyszerű se azokhoz, akik extrovertáltak, akik folyamatosan emberek között vannak és emberekkel dolgoznak együtt. De egy dolog, ami nagyon fontos, hogy ebben az új helyzetben, ebben az új szituációban fontos, hogy megnyugodjunk, megálljunk egy pillanatra, és számot vessünk az életünkről. És ez a helyzet, ez a szituáció nem új abból a szempontból, ahogy a Bibliában ezt látjuk. Sokszor voltak ilyen helyzetek, hogy az emberek úgymond bunkerbe kényszerültek. Ugye a szívbunker az egy elég találó költői kép. És az egyik Zsoltárból, amit mostanában elég sokat idéztek, és sokan idéztek, a 91. Zsoltárból van kicsit átalakítva, ahol azt mondja, mert ő ment meg téged a madarás csapdájából, a pusztító dögvésztől. Zsoltárok 91.3. Ő ment meg a koronavírustól, és mindazoktól a következményektől, azoktól a nehézségektől, amik ennek kapcsán rászabadultak most a világra. Ő az, aki a tollaival betakar téged, és szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél az ő hűsége. Ezek mindegy ilyen védő, bunkerszerű leírását adják az isteni gondoskodásnak. Ahogy egy tyúkanyó maga alá gyűjti a kis csibéit, és tollaival betakarja őket. Úgy ad páncélt, pajzsot és védelmet, úgy rejt el bunkerbe az Isten téged és engem. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopodzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Mert ha ezren is esnek el melletted, és tízezred a jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését, de az Úr veled van. Viszont az Úrnak nem az az akarata, és nem az a terve, hogy az emberek bűnhődjenek. Ő azért jött, mert úgy szerette a világot, hogy aki elveszett állapotban van, annak élete legyen, az örökké éljen. És ebben egy nagyon-nagyon-nagyon kulcs momentum és kulcs kérdés maga az egészségügy. Úgyhogy az egészségügyért is imádkozni fogunk, mert ők vannak leginkább a frontvonalba állítva most ezekben a szituációkban.
és ki fogjuk is hirdetni Istennek a csak jó tervét. Mert ő azért adta az ő egyszülött fiát, mert szerette a világot. Szeretett minden egyes embert, és hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem annak örök élete legyen. Úgyhogy most Miriamot hívom, és Miriamot szólítom, aki imában fog minket az egészségügyel kapcsolatban vezetni. Sziasztok, áldottak és szeretettek! Egészségügy dolgozóként szeretnélek titeket arra invitálni, hogy imádkozzunk együtt az egészségügyben dolgozókért, bár én most nem vagyok aktív része ennek, mivel itthon vagyok a 2 hetes kisbabámmal, de szeretnélek titeket arra kérni, hogy imádkozzunk együtt egy szellemmel és lélekben értük és az ő munkájukért. Drága Úr Jézus, eléd jövünk, és szeretnénk az egészség dolgozók felett kihirdetni a te védelmedet. A te vérednek a védőpajzsát hirdetem fel ki az ő munkájuk felett, az ő mindennapjaik felett, ami sokkal jobb védőpajzs, mint bármilyen más védőfelszerelés. És hirdetem a te oltalmadat az ő munkájuk során, az ő mindennapjaikra, és imádkozom az alapellátásban dolgozókért, hogy Uram, te adj nekik bölcsességet a háziorvosoknak, gyerekorvosoknak, védőnöknek, vagy bármilyen egészségügyi dolgozóknak, akik napi szinten találkoznak egészséges emberekkel és beteg emberekkel, hogy a diagnosztizálásban elől járjanak, mielőbb tovább tudják küldeni a lebetegedett embereket, hogy mielőbbi gyógyulást tudjanak átvenni. És köszönöm az, drága Úr Jézus, hogy te ott vagy a laboratóriumban dolgozó kutatókkal, Uram, te adsz nekik természetfeletti bölcsességet, ha előrehaladást a vakcina előállításában. Hálásak vagyunk az eddigi eredményekért, hogy már ismerhetjük ennek a vírusnak a genetikai hátterét, Uram, és te tovább viszed a te jó, a jó tervedet és jó munkádat, Uram, az ő munkájukon keresztül, hogy ez mi hamarabb felismerésre kerüljön, és mi hamarabb legyen ellenanyag és ellenszer erre a betegségre. És hálás vagyok, hogy addig is, Uram, te megáldod az orvosokat bölcsességgel, hogy úgy kezeljék a tüneteket, mint ahogy még sehol nem kezelték, és Magyarországnak a gyógyulási rátája kiemelkedik, hogy az orvosok és az ápolóknak a kezelési módszerei hatékonyak és gyors gyógyuláshoz vezetnek. És megáldom, Uram, és imádkozom azokért az orvosokért, ápolókért, akik lebetegedtek ebben a vírusban, Uram, erősíts meg az ő immunrendszerüket, hogy megerősödjön és helyreálljon az ő egészségük. És imádkozom azokért, akik karanténban vannak, hogy azok gyorsan felépülnek és nem fognak lebetegedni, hanem vissza tudnak állni a helyükre, a munkájukban. Imádkozom az egészségügyi dolgozók családjáért, Uram, adj nekik békességet, védelmet, és adj nekik, Uram, támogató háttért ezekben az időszakokban. Hálás vagyok azért, drága Úr Jézus, hogy minden átok, ami ki lett mondva az egészségügyre, az meg van törve a te kereszthalálodon keresztül, és megtörjük, mivel te átokká lettél, hogy áldásban, áldás vegyen a magyar egészségügy, és hirdetem azt, hogy ki emelkedik a magyar egészségügynek a helyzete az összes ország közül, és nem egy összeomláshoz közelít, hanem mi hamarabb fog kilábalni ebből a vírusos időszakból, és természet feletti módon gyorsan fognak lezajlani ezek a megbetegedések, és csökkenni fog a halálozásoknak a száma, és radikálisan megnövekszik a gyógyult, távozott betegeknek a száma. És hirdetem az, drága Úr Jézus, hogy te orvost, ápolót rendelsz, és helyezel ott, ahol még szükség van rájuk. És köszönöm azt is, hogy te oltalmazod a magyar egészségügyet, és a benne dolgozókat, és a te kereszthaláloddal, drága Úr Jézus, te már ezt megharcoltad, nem nekik kell harcolni, hanem csak át kell vegyük a gyógyulást az orvosok orvosától, aki te vagy, drága Úr Jézus, és hirdetem, hogy eljött a gyógyulásnak az ideje a magyar egészségügyben és a magyarok felett Magyarországon, és köszönjük, hogy ez jó bizonyság lesz, és arra lesz ez az időszak, hogy az emberek megtalálnak téged személyes megváltójuknak és üdvözítőjüknek, és köszönjük, hogy egy reményteljes
jó jövőt várhatunk tőle, drága Úr Jézus. Köszönjük, hogy meghallgatsz, mert azt mondja a tégét, hogy ketten vagy hárman kérnek egy dolgot, de azt meghallgatod és megadod. Ezért jó reménységgel hirdetjük ki ezeket a dolgokat, és várjuk, Uram, ezeknek a beteljesedését a Te nevedben. Szeretet megváltunk, drága Úr Jézus. Amen. Amen. Halleluja. Köszönjük szépen Miriamnak is a bejelentkezést. És igen, ugye beszéltünk arról, hogy az Úrnak az szárnyainak az árnyékában védelmünk van, bunkerünk van, ő az, aki gondoskodik rólunk, ő az, aki megóv minket a veszedelemtől, aki távol tart minket a nehézségektől. És ezzel kapcsolatban a legeklatánsabb, a legkiemelkedőbb példa, hogy az emberek védelem alatt állnak, hogy az emberek Istennek a megőrző kegyelme és jósága alatt állnak, az életnek a egyik legnagyobb viharában, amiről úgy beszél a Biblia, hogy amilyen volt ezeknek az embereknek az idejében, olyan lesz az utolsó napokban is. Nem másról van szó, mint Noéról és a családjáról. És egy teljes özönvíz volt, ami az egész világot elárasztotta. Pusztulást, nyomorúságot és nehézséget hozott az emberekre. De, azt mondja az ige, Noé és a családja kegyelmet talált az Úr előtt. És erről a kegyelemről, amit Noé talált, szeretnék neked beszélni. A Zsoltárok 29-ben van egy nagyon érdekes igevers, ami megragadja és körbeírja ennek az egész villa életnek, amiben be vagyunk ide zárva mindnyájan, a lényegét. Azt mondja, hogy Zsoltárok 29.10-es, 11-es, de csak a Károli fordítja így. Az Úr trónolt az özönvíz felett. Így trónol az Úr, mint király, mindöröké. Mindegy, hogy mekkora nagy volt a pusztulás és a nyomorúság, az Úr trónolt az özönvíz felett, és így trónol az Úr mindörökké, mert ő az uraknak az ura, ő a királyoknak a király, ő a teremtő Isten. Ő felett áll mindezeknek a teremtett világon belüli akadályoknak és nehézségeknek, amiben ő benne van. És folytatja a 11-ben, az Úr ad erőt a népének, és az Úr megáldja a népét békességgel. Wow! A vihar felett, az özönvíz felett ott trónol az Isten, és ő az, aki erőt ad a népének. És ő az, aki békességet is ad a népének. És azt gondolom, hogy ebben az időben egy dologra mindenféleképpen nagy szükségünk van, az pedig Istennek a békessége, ami betölt és felülmúl minden értelmet. Uf-hú. Biztos, hogyha sok időtök volt, és ültetek a Facebook előtt, akkor olvashattatok ilyet, hogy amikor majd ez az egész véget ér, a kamaszok viháncolását jó kedvel fogjuk hallgatni reggelente a tömött buszokon. Ugye? Mennyire más most? Két hét alatt mennyire megváltozott a helyzet, és azok a természetesnek hitt dolgok, amik alapvetően még idegesítettek is lehet, azok most szinte hiányoznak. Amikor majd ez az egész véget ér, alkalmak után még hosszasan fogunk beszélgetni mindenkivel a templomban, a gyülekezetben. Vagy egy családi rendezvényen. Vagy egy baráti találkozón. Amikor mindez véget ér, ráérésen fogunk vásárolgatni. Csak azért, hogy még egy kört sétáljunk. Amikor majd ez az egész véget ér, hétvégente szalonnát sütünk a barátainkkal. Egész jól hangzik, ugye? Amikor ez az egész véget ér, anyukánknál ebédelünk vasárnap, és nem fogjuk bánni, hogy elkényezteti a gyerekeinket. Mennyire felértékelődnek ezek a kicsi, hétköznapi, természetes dolgok, amikor kilépünk az életnek a természetes rendjéből, amikor kilépünk az életnek a komfortzónájából. Egy teljesen más értékrend alakul ki az emberben. De egy dolgot ne felejts, a viharok felett, az özönvíz felett, a koronavírus felett ott trónol az Isten. És ő az, aki erőt ad a népének, és ő az, aki megáldja a népét. És békességet ad. Erőt ad, áldást ad, és békességet ad. Amikor ez az egész véget ér, de tudjátok, mi múlik ez, hogy valóban
Békességgel, áldással és erővel jövünk-e ki ebből a szituációból? Jobban fogjuk-e értékelni az Isten adta életünket akkor, mint előtte? Hogy hogy fogjuk megélni és megérezni és kifejezni az akkori jelenünkben az életigenlésünket? Az azon múlik, hogy most a bárka időszakban, nevezzük így, a bunker időszakban, a villalakásnak az időszakában mit kezdünk a lehetőséggel? Mert ez egy extra lehetőség. Ez egy extra lehetőség, amiben most benne vagyunk, hogy megálljunk. Nagyon sokan arra ragadják meg a lehetőséget, hogy elolvassák azokat a könyveket, amiket eddig nem olvastak el. Megragadják a lehetőséget, hogy beleálljanak olyan típusú dolgokba, amik nem voltak részei az eddig életüknek. Beleállnak olyan dolgokba, amin eddig nem gondolkoztak, és elkezdenek ezeken gondolkozni. És az egyik ilyen nagyon-nagyon fontos, amit nem szabad figyelmen kívül hagynod, az az, hogy mit fogsz csinálni az életeddel, hogy fogsz tovább menni az életeddel, amikor ennek vége lesz. Hogy valóban élvezni fogod-e, és valóban jobb lesz-e, ahogy ezek a Facebook írások hirdetik, az attól függ, hogy most mit kezdesz vele. Most hogy értékeled át a világképedet, hogy értékeled át a helyedet, az életednek az értelmét. Én azt gondolom, hogy a sok nehézség és nyomorúság közepette, és ellenére, ami most a világ globálisan beköszöntött a világra, egy dolog nagyon fontos, hogy egy extra lehetőséget kaptunk Istentől, hogy az ő áldásában járjunk. Hogy az ő erejében járjunk. És hogy az ő békességében járjunk. Hogy keressük őt, mert ő arra hívott el minket, hogy megtaláljuk. Mert azt mondja, aki keres engem, az megtalál. Aki keres, az talál. Aki zörget, annak megnyitatik. És aki keres, azt talál, aki zörget, annak megnyitatik. És mi a harmadik? Na most segítsetek ki. Aki keres, találsz, aki zörget, annak megnyitatik. Na nem baj, ha eszetekbe jut, akkor írjátok be kommentbe. Nekem is sok felé áll közben a figyelmem, amit látjátok. Hát sok minden történik itt a képernyőn is, és az internettel is, de van egy jó hírem, felvettük az egészet, és ahogy vége az alkalomnak, azonnal fel is tudjuk tölteni, és akkor ott szakadás nélkül meg lehet osztani, újra lehet hallgatni, és lehet tovább menni. Szóval, hogy a villalakásnak az életében, ahol nem vagyunk egyedül, mert Isten velünk van, Isten ott trónol a viharok felett, Isten ott van a szívünkben, hogyha mi behívjuk és beengedjük, nem vagyunk egyedül, és nem vagyunk egyedül a családtagjainkat illetően sem, hanem egy olyan áldott extra lehetőséget kaptunk az Istentől, ami eddig nem volt része a csomagnak, ami eddig nem volt benne a pakliban. Hogy időt, teljesen más típusú és mennyiségű időt tudunk tölteni, kilépve a komfortzónánkból a szeretteinkkel. De pontosan erről szól a bárka megtapasztalás is. Az Úr szólt Noénak, aki kegyelmet talált, hogy építsen egy bárkát, és menjen be heted magával, azon 8-an voltak. Noé, a felesége, a 3 fia és azoknak a feleségei. És vitt még magával minden állatból 2, egy hímet és egy nőstényt. Nagyon jól tudjátok ennek a logikáját, hogy miért így kellett ezt megtennie. És Isten bezárta a bárka ajtaját, viszont egy ablakot nyitva hagyott. És ez az ablak, ez a bárka tetején volt. Úgyhogy én erre hívlak téged, hogy egy ablakot hagyjál nyitva a te életedbe, ebbe a bezárkózott állapotba, ebbe a bezárkózott időbe, egy ablakot hagy nyitva az 5. égtáj felé. Egy ablakot hagy nyitva a mennynek az irányába. Legyen nyitva
legyen egy ablak, ahonnan várod, ahonnan veszed, ahonnan látod az Istennek a megerősítő, megáldó és békességet adó jó tervét ebben a helyzetben és ebben a szituációban, amelyikben benne vagy. Jó, hogyha tudjátok, hogy Noé 600 éves volt, mikor elérkezett az özönvíz. És még utána élt körülbelül 350 évet. És maga az egész özönvízes élmény és megtapasztalás az egy év hosszú volt. És nem egy hétköznapi eszköz volt ez a bárka. Ugyanis előtte nem volt eső. Azt mondja a Biblia, nem volt eső. Nem volt úgy óceán, és úgy nem voltak úgy álló vizek, ahogy mi ma ismerjük őket, mint tavak, tengerek és óceánok. Mégis Noé hitt az Úrnak. És azt mondta, hogy mindenben aszerint járok el, ahogy te mondod. Én megbízom benned. De akkor is, hogyha nem ez a hétköznapi alapállapot, hogy össze vagyok zárva a családommal egy évre, ne legyen egy év, imádkozunk Jézus nevében, hogy rövid legyen ez a bezártság, de azért hoztam ezt a példát, mert még a legszélsőségesebb esetekben is, olyan esetben, olyan körülmények között, ahonnan nincs kiút, ahonnan nem lehetett kimenni, a bárkából nem lehetett kilépni, és nem csak, hogy 8-an voltak bent, hanem még mindenféle állat is velük volt, akik ettek, és akik, hogy is mondjam szépen, végezték a biológiai életüknek a természetes folyását, úgyhogy volt elfoglaltságok a bárkán belül is Noéknak. Szóval ebben a helyzetben van egy-két gondolata Istennek számunkra. Ugye az egyik, amit mondtam már, hogy tartsuk nyitva az ablakot a bárka tetején. Az ég, a menny irányában legyünk készen arra, hogy befogadjuk mindazt, ami a mennyben el van készítve. Ezért is imádkozunk úgy, hogy amiképpen a mennyben, legyen meg itt a Földön. Mindig ez az imánk. És ez az imánk a koronavírusnak a lezárásával, és az abból való helytállás és megváltozott körülmények között való profitálásból is, hogy amiképpen a mennyben van, legyen meg itt a Földön. Nagyon-nagyon érdekes kijelentés az, hogy a bárkát egy elég speciális fából kellett készíteni. Azt mondja a Biblia róla, hogy gófer fából van. És ez a góferfa az egyetlen egyszer szerepel a Bibliában, ami azt arról beszél számunkra, hogy a legnagyobb viharok közepette is egyetlen egy név van. Egyetlen egy név van, ami olyan biztos menedéket, olyan biztos bunkert tud készíteni számunkra, ami megvéd. Az pedig az egyetlen név, ami minden név fölött való, és ez a név Jézus. Jézus a Krisztus. Azt mondja az ige, hogy nem adatott más név, hogy az emberek üdvözüljenek az ég alatt. Csak, hogy az emberek megszabaduljanak az ég alatt. Hogy az emberek meggyógyuljanak az ég alatt. Hogy az emberek biztonságban legyenek az ég alatt. Csak Jézus Krisztusnak a neve. Halleluja. Úgyhogy erre hívlak, hogy ebből a fából építs te is a bárkát. Ebből a fából, ezzel a fával, a Golgotai kereszt nek a fájával nyilvánítsd ki a te életednek minden területe, a te családodnak, a te családi házadnak, a te otthonodnak minden területére, hogy Jézus Krisztus golgotai áldozata az, ami teljes védelmet nyújt, és teljes védelmet jelent számodra ezekben az időkben is. És nagyon érdekes, hogy három szintje volt a bárkának. Volt, ami külön kis részekre volt osztva. Volt a földszint, volt egy középső, és volt egy fenti szint. És azt gondolom, hogy ez három olyan dologról beszél számunkra, amit megint érdemes ezekben a furcsa időkben a figyelmünk fókuszába hozni. És pedig, hogy a testünk, a lelkünk,
és a szellemünknek is jó dolga van Istennek a gondviselésében. A múltunknak, a jelenünknek és a jövőnknek is jó gondja, jó dolga van az Istennek a tervében. Ő jót készített, és nem rosszat. Ezért ne csüggedj, hanem bátorodj fel, mert nem vagy egyedül. Isten ott trónol az özönvíz felett. Isten ott trónol a koronavírus felett. Isten trónja felette áll a koronavírusnak, Isten trónja felette áll az abban levő szükségeknek, Isten trónja, és uralma és hatalma felette áll az azt követő mindenféle nehézségnek is. Szeretném, hogy ebben erősödnél, és ebben bátorodnál fel te is, hogy mind a három szintjén a te életednek, testednek, lelkednek, szellemennek a szintjén, és a múltadnak, jelenednek és a jövőnek a szintjén is Isten uralkodik. És az ő uralma az csak jó uralom. Sőt, az ő uralma az önuralom, ami szüntelenül növekszik, kiterjed és kibontakozik. Isten felel a te biztonságodért. Isten felel a te jövődért. Isten felel a te jelenedért, és a múltadat is el tudja rendezni. Isten felel a te testedért, a te lelkedért, érzéseidért, békességedért, örömödért, és a te szívedért, szellemedért is. Egy dolog kell ehhez, hogy te megengedd ezt neki. Hogy tudd azt, hogy nem vagy egyedül. Hogy ne úgy tekints magadra, mint aki egyedül van. Hogy úgy tekints erre az időszakra, mint amikor Isten arra hív téged, hogy azt az egyedül létet, amit te a saját testedben megélsz, azt most kitágítsd, és behívj a te személyes életedbe, még akkor is, hogy a család van körülötted, még akkor is, hogy a gyerekek vannak körülötted, hogy behívj egy olyan szemét a te szívedbe, aki pontosan ismer, és aki mindennél jobban szeret. És aki nem csak ebben a fizikai életben van a te oldaladon, hanem ennél sokkal nagyobbat készített, az örök életnek a valóságát készítette el számodra. Ő arra hív téged, hogy erősödj meg az ő benne való bizalomban. És megvald, hogy nem vagy egyedül. Mert veled van az Isten. Velem van az Isten. Velem van az Isten a nehézségek, a nyomorúságok közepette. Velem van az Isten minden körülmények között. Velem van az Isten a múltamnak, a hibáinak az elrendezésében is, mert ő már lerendezte, kifizette minden tartozásodat, a bűneidnek bocsánatot adott. Ő veled van a jelenedben, ebben a megváltozott állapotban, és ő veled van a jövőben is, egy jó jövője van te számodra. Ő őrzi a te testedet, ő őrzi a te lelkedet, és ő őrzi a te szívedet, a te szellemedet is. Nem vagy egyedül. Velem van az Isten. És így voltak ezek itt a bárkából. Gondolj bele! Ott ülsz a bárkában, és hánykolódsz a végtelen óceánon. Szakadnak az esők, a záporok, mindenféle villámlás, kataklizmaszerű változások vannak. És te ott vagy bent, és van, aki megrémül ebben a helyzetben. Lehet, hogy valamelyik állat is megrémült. Lehet, hogy valamelyik családtag is megrémült. De Isten nem feledkezett meg Noéról. És az az a rész, amire szeretnénk most rátérni. Az 1 Mózes 8:1-ben azt mondja, Isten azonban nem feledkezett meg Noéról. Nem feledkezett meg Noéról, sem azokról az élő lényekről, amelyek vele voltak a bárkában. Milyen gyönyörű ez a rész. És nekem annyira tetszik, hogy a 8. fejezetben van ez. Mert a Bibliában, tudjátok, a számoknak mindig jelentőségük van. Az új életnek, az új reményeknek, az új kezdeteknek a száma a 8-as. Nem feledkezett meg Noéról, és azokkal az élő lényekről, még az állatokról sem Isten nem feledkezik meg,
akik vele voltak a bárkában. Úgyhogy szeretném, hogy megnyugodjál. Szeretném, hogy erőt vegyél, hogy erőt meríts, és hátradőlj egy picit. Noé-nak a neve ezt jelenti, hogy nyugalom. Arra rendelte őt az Isten, hogy a legnagyobb viharok, legnagyobb nehézségek közepette a nyugalomnak a hírvívője legyen. A nyugalomnak, az isteni nyugalomnak, az isteni békességnek a nagy követe legyen. Az Isten szerinti jólétnek, belső kiteljesedésnek és külső kiteljesedésnek, ahogy látni fogjuk, a szószólója legyen, az evangélistája legyen. Ő és az ő családja is. És mielőtt tovább folytatnánk, szeretnénk megkérni még egy drága szeretett házaspárt, hogy járjanak közben a családokért, a családoknak a békességért. Mert ez az az időszak, ahol nem vagyunk egyedül, a családban összezárva sem, és ahol nem vagyunk egyedül, mert Isten az ő szelleme által belénk költözik, hogy ott igenis fogjuk meg, és ragadjuk meg a lehetőséget, hogy még inkább beinvitáljuk, még inkább megáldjuk, még inkább feltárjuk a mi szívünket ő előtte. Úgyhogy kérem a Janit és Juditot, és Nátán gyönyörű babájukkal együtt, hogy vezessenek minket az imában. Tietek a szó. Sziasztok! Sziasztok, áldottak! Akkor imádkoznánk a családért, fölváltva először én, aztán Judit. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy te kitaláltad ezt az egységet, kitaláltad a társadalmat, ezt az egységet, hogy családba legyünk is. És hálát adunk azért, hogy ez az időszak is jót fog kihozni ebből. Hirdetjük ezt, és ezért imádunk, hogy ez legyen így, hogy a családok közelebb kerüljenek egymáshoz, a családok egymást jobban megismerjék, egymást megszeressék jobban, és ki tudják használni ezt az időt arra, hogy erősödjön a kapcsolat közöttük. És köszönöm neked azt, hogy te gondoskodó Isten vagy, hogy ellátsz bennünket, hogy nem fogy ki a raktár, nem fogy ki a készlet, nem fogynak ki az emberek, a családoknak a tartalékaik. És köszönöm azt, hogy rendező időszak ez, hogy a családon belüli dolgok rendeződnek, a családon belüli feszültségek elmúlnak, elrendeződnek, és egy jobb jön ki ebből az időszakból. Köszönöm azt, hogy te ajándékot készítettél erre az időre is, és jók a te terveid. Amen. Drága Jézus, én is hálát adok a családokért. Anna, próbál! És megáldom a családokat, és kihirdetem, hogy te vagy az Úr a családok felett. Nem a koronavírus, hanem Jézus, te vagy az Úr a családok felett. Halleluja. És ami lopásnak és rablásnak indult, hogy ez a koronavírus majd, hogy egymás ellen fordítja a családtagokat, ezt megtagadom, ezt a támadást Jézus nevében, és kihirdetem az egységet a családokra. Azt, hogy az idősek szívét a fiatalok felé fordítod, Jézus, a fiatalok szívét pedig az idősek felé, a szülők szívét a gyermekek felé, a gyermekek szívét pedig a szülők felé. Halleluja! És kihirdetem a házasságokra is, Uram, hogy ez az időszak nem az egymás gyilkolásának az időszaka, hanem az egymás építésnek és a felemelésének az időszaka lesz. És kirendelem a családterapeuta angyalaidat a mennyből, Jézus, a családokhoz, hogy ahogy most több időt fogunk egymással tölteni, ugye ezek a kapcsolatok épülnek, halleluja, és megáldom, Uram, a házastársakat, hogy álmokat fognak látni, mennyei álmokat, mennyei látásokat, hogy az álmaikban is te fogsz szólni a házastársak szívéhez, és egymás felé fordítod ezeket a szíveket, új szerelmet gyújtasz egymás irányába. Megáldom a szülő-gyerek kapcsolatokat is, megáldom a gyermekeket engedelmes szívvel, megáldom őket azzal, hogy ezzel az időszakkal csak tanulni fognak,
empátiát, tanulni fogják azt, hogy hogyan kell másokról gondoskodni Jézus, hogy meg fog jelenni a menny a családokba. Kihirdetem még az ateista családokra is Jézus, hogy ott is, ebben az időszakban meg fognak olvadni a szívek, meg fognak olvadni arra a szívek, hogy megismerjenek téged, Jézus, ahol eddig keménység volt, és zártság volt, és nem engedtek be téged családokba. Ez az időszak erre lesz jó, hogy megnyílnak a szívek feléd, és mennyi gondoskodást rendelek ki a családokra, Jézus. Ugye, hogy mindenki felett ott lebeg ez az anyagi bizonytalanság, de kihirdetem, hogy jönni fog az ellátás, jönni fog a gondoskodás, hogy természetfeletti stratégiát fognak kapni a szülők, hogy milyen új forrásokba tudnak belépni, milyen új munkákba tudnak majd belépni, Jézus. És ahol kell, ott angyalok fognak gondoskodni a családokról. Ezt hirdetem rád, hogy biztonságban vagytok, anyagi biztonságot hirdetek rátok, és a kapcsolatokra épülést, áldást, és mennyei találkozásokat Jézussal, mennyei mintára fognak újra épülni a családok. Ezt hirdetem rátok az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen. Halleluja. Fantasztikus. Fantasztikus erő van az imákban. És pontosan azért, mert mindjárt emberekből vagyunk. Benne vagyunk, átérezzük ezt a helyzetet, átérezzük ezt a szituációt, amiben benne vagyunk. De nem vagyunk egyedül ezekben a szituációkban. Kettő részről nem vagyunk egyedül ezekben a szituációkban. Nem vagyunk bezárva. Ha esetleg be vagy zárva, hogy erről már beszéltünk, akkor jelez a rokonaidnak, jelez a barátaidnak, jelez a gyülekezeti társaidnak. A gyülekezet pedig kezdeményez ezeket az áldástábokat, és keresse, kutassa azokat a kapcsolódási lehetőséget, hogy mindenkivel tudass, hogy nincs egyedül. De nem vagy egyedül, még ha egyedül is vagy, mert az Isten te veled van. De ebben, ha nem vagyunk egyedül ebben a szituációban, egy másik szempontból akarok kettős részről beszélni. Az egyik az, hogy ugyanazokon a nehézségeken megyünk keresztül. Egy férj ugyanannyira furcsa helyzetben van, kívül van a komfortzónáján, mint a feleség, amiben eddig benne volt. Ugyanígy a gyerekek, akik otthon tanulnak, ugyanúgy kívül vannak a komfortzónájukon, hiányoznak nekik a barátaik, hiányoznak nekik az osztálytársaik, a tanáraik, mint a szülők. Azok, akik sűrűben járnak össze, ugyanúgy kívül vannak a komfortzónájukon, mint akik ritkában járnak össze. Azok, akik inkább online tartják a kapcsolatot, ugyanúgy, mert attól függetlenül, hogy a kapcsolattartásban nincs különbség, az embernek a saját maga életében igenis óriási nagy különbség van. A természetes megszokotton kívüli. Tehát nem vagyunk egyedül azokkal a nehézségekkel, azokkal az érzésekkel, azokkal a megküzdendő helyzetekkel, belső és külső helyzetekkel, amikben benne vagyunk. De nem vagyunk egyedül abban a szempontból sem, hogy Isten a mi oldalunkon van. És azért rendelt minket a világban egymás mellé. Azért rendelt minket a bárkában egymás mellé, hogy egymásnak az áldásai legyünk. Nem egymásnak az életének a megkeserítői, hanem az egymásnak az áldásai. Ebben a válsághelyzetben stábként a gyerekek, a szülőknek legyenek áldás. A szülők, a gyereknek. És ez folyamatosan, dinamikusan változik. Csak gondolj bele, ahogy a Noé bárkájában voltak benne. De onnantól kezdve, hogy Jézus Krisztus biztonságot nyújtó góferfából készült közegben voltak. Mindenféle surlódás, mindenféle diszkomfort, mindenféle kényelmetlenség vagy feszültség az teljesen másképp tudott megoldódni, teljesen másképp tudott elsimulni, mint a bárkán kívül. A bárkán kívül nincs élet. A bárkán kívül veszteségek vannak, a bárkán kívül nyomorúság van, a bárkán kívül fájdalom van. És azt mondja, hogy ahogy Noé napjaiban volt, olyan lesz az utolsó napokban is. A járványok ezek részei az utolsó napok szcenárióinak.
velejáró kellékei az utolsó idős apokaliptikus filmeknek is. De nem ez az Istennek a terve. Nem az az Istennek az akarata, hanem, hogy az ő szerető nép az békességben legyen, az áldásban legyen, és az életben éljen. Még egyszer felolvasom, amit mondott. A Zsoltárok 29-ben. Az Úr trónolt az özönvíz felett, és így trónol az Úr mindörökké, és ő ad erőt a népnek. Az Úr megáldja a népét, és megáldja a népét békessége. És szeretnék itt a békességre egy kicsit kitérni, hogy a békesség nem csak lelki nyugalmat jelent. A békesség nem csak azt jelenti, hogy nem félünk, nem stresszelünk, nem, ahogy a Judit imádkozott, nem gyilkoljuk egymást, hanem a békesség a Bibliában az a shalom szó, a héberben. Görögben az eiréné, ami teljes körű jólétet jelent. Jólét az ember lelkének, lelki világának, jólét az embernek a testének, jólét az embernek a fizikai állapotának is, jólét az ő kapcsolataiban, teljes körű jólét. Ez az, amire Isten hívott bennünket. Ő ezt készítette számunkra, hogy ebben járjunk. És mindig az új kezdet van benne ezekben az időszakokban. Ugye, ha majd ez véget ér, milyen jó lesz? Ez a mantra a Facebookon. Egy dolog, egy esetben lesz mindez jó. Ha most élünk, ha élünk a mával, ha élünk avval a kijelentéssel és avval a bátorítással, hogy nem vagyunk egyedül, mert ezekben a nehézségekben is velünk van az Isten. Ha élünk azzal, hogy nem vagyunk egyedül, egy elefánt csonttoronyba bezárva, hanem a mi házastársainkkal, gyermekeinkkel, szülőnkkel, rokonainkkal, barátainkkal vagyunk, vagy egy albérlettársainkkal. Lehetnek ugye többen is, akik albérlettársakkal vagytok most összezárva ebben az időszakban. Az állatokkal is. Ugye a Noé bárkában is voltak állatok. De Isten nem feledkezett meg róla. Isten nem feledkezett meg róla, és nem feledkezik meg rólad sem. Hanem ő azon dolgozik, és ebbe akar téged megragadni, ebbe akar téged belevonni, hogy legyél áldás. Legyél áldás azoknak, akik körülötted vannak. Most, és legyél áldás számukra, mikor ennek vége lesz. De ahhoz, hogy ezt ki tudjuk maxolni, ahhoz az kell, hogy most ki tudjuk maxolni. Hogy most át tudjuk állítani a szívünket, át tudjuk állítani az értékrendünket, át tudjuk állítani a szemléletmódunkat, meg tudjunk állni, és számot tudjunk vetni az életünkkel. Meg tudjuk húzni a mérleget, meg tudjuk vonni a mérleget, hogy mi mennyit is ér. Maradj az Isten nyugalmában. Maradj az Isten békességében, a viharban is, az ítéletben is, a csapásokban, a nyomorúság között is, a korszakváltások. Mert ez a helyzet, amiben mi most benne vagyunk, ez egy korszakváltás. Ez úgy fog bevonulni a történelemben, mint egy új korszaknak a nyitánya. És minden korszakváltás a Bibliában zűrzavaros. Minden a korszakváltás felkavarodással jár. Minden korszakváltás az kiszámíthatatlan. Nem lehet tudni, hogy merre és hogy fog kibontakozni. Ezért kell, hogy tudd, hogy nem vagy egyedül, hanem veled van az Isten. Mert ebben a korszakváltásban Isten ki fogja hozni, és ki fogja munkálni a legjobbat számodra. Szelet bocsájtott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái. Megszűnt esni az eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegységben. A víz állandóan fogyott a 10. hónapig. A 10. hónap első napján láthatóvá váltak a hegyek csúcsai. Tehát mi történik itt? Isten nem feledkezett meg rólad.
Isten nem feledkezett meg az emberiségről, nem feledkezett meg a magyar emberekről, nem feledkezett meg az olasz emberekről, nem feledkezett meg a spanyolokról, a kínaiakról, és senkiről sem feledkezett meg. Ezeknek a viharos időknek a közepette is ő uralkodik, az ő uralma felett áll, az ő hatalma felett áll, és ebben ő elkezd cselekedni. Mi imádkozunk, mi tudjuk azt, hogy nem vagyunk egyedül, és ő elkezd cselekedni. Először elkezd cselekedni a szívünkben. Békességével. Megáld minket a békességével. Elkezd cselekedni az életünkben, megáld minket az erejével, hogy elkezdünk tudni azokkal, akikkel együtt vagyunk a villába összezárva, együtt vagyunk a bárkába, áldást meríteni és áldást venni. Mert nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben. Nem vagyunk egyedül ennek a komfort zónán kívüli helyzetnek a leküzdésében, hanem velünk van az Isten, és ő azon dolgozik, hogy egyre inkább visszahúzódjon a nehézség. Visszahúzódjon a gond, és ezen dolgoznak az emberek, ezen dolgoznak a döntéshozók, ezen dolgoznak a kormányzatban levők, ezen dolgoznak az egészségügyben levők, ezen dolgoznak az otthon, a családokban, ezen dolgoznak a tanulók, ezen dolgoznak a diákok, ezen dolgoznak a felnőttek, ezen dolgoznak a gyerekek. Mindenki ezen dolgozik. Az Istennel együttműködve, hogy visszahúzódjon a víz. Mert meg fog fenekleni ez az áradat. Vége lesz ennek az áradalom, és meg fog fenekleni ez az utazó villa, a bárka, ez a családi összezártság, meg fog fenekleni az Araráton. Ha az Úrra utazunk, ahogy Noéék is az Úrra utaztak, a nyugalomnak az emberei, azok meg fognak fenekleni az Araráton. Ezt jelenti a Noé, hogy nyugalom. És nem is akár mikor feneklet meg az Araráton, kicsit szerintem, hogyha mélyebben beleásnánk itt az igébe, hanem azt mondja, hogy a 7. hónap 17. napján. És ez a 7. hónap 17. napja, ez a zsidó időszámítás szerint egy nagyon speciális nap, mert a 7. hónap 14. napja az a Páska báránynak a napja. Az az időszak, amikor Isten kiszabadította a népet az egyiptomi fogságból, az egyiptomi csapások elől, az egyiptomi dögvésztől, az egyiptomi nyomorúságból kiszabadította és kivezette a népet. És ez az az időszak, ez az az ünnep, amit Jézus is arra választott, hogy megszabadítsa az egész emberiséget a bűneitől, a nyomorúságától, a fogságától és attól a nehézségtől, amiben ő benne volt. Niszán hónap, ez a 7. hónap, 14. napja az a Páskának a napja. De figyeljétek meg, hogy itt, amikor megfeneklik az Araráton, az a 17. nap. És hogyha jók vagytok matekból, de hogyha nem, akkor is ez a minimum, amit már sikerült összerakni, hogy 14, 15, 16, 17, az pont 3 nap és 3 éjszakányira van a 14-től. Ami nem más, mint a feltámadásnak a napja. Wow, micsoda üzenet! Feltámadás, új életre való feltámadásnak a napja. 14-e ugye az a Páska, és a feltámadásnak a napja az meg a 17-e. Ahogy pont olvastuk, hogy a feltámadás napján, naptárilag pontosan, akkor feneklik meg a bárka, a Isten nyugalmának az embereivel, az Isten salomjának az embereivel, az Isten jólétének az embereivel, az Ararát hegyen. És nagyon-nagyon fontos, mert az Ararát azt jelenti, hogy a visszájára fordított átok. Nem más történt. Noé idejében sem, mint az Isten új kezdetet hozott, azoknak, akik a békességnek az emberei voltak, azok, akik a Gófer fából, a Golgotai keresztnek a fájából ácsolt otthonban, közegben élték az életüket, még hogyha bezárva is egymással, és tudták, hogy nincsenek egyedül, mert velük van az Isten, azoknak az életében beleáradt az isteni új reménynek és új kezdetnek a valósága. És pontosan ez történik. Feltámadáskor is.
Az, ami halott volt, az, amit a tanítványok is úgy éltek meg, hogy vesztett ügy, le van zárva, amiről a főpapok azt gondolják, hogy le van zárva, amiről Pilátus azt gondolta, hogy le van zárva, az 17-én egy új kezdetre támad fel. Nem is akármilyen kezdetre, hanem egy sokkal dicsőségesebb kezdetre. Egy sokkal erőteljesebb kezdetre. Egy sokkal teljesebb kezdetre. És szeretném, hogy felbátorodjon a szívetek, hogy Isten ezt készítette erre az időszakra is. Igen, jobb lesz, mikor ennek vége lesz, ha most tudod, hogy nem vagy egyedül. Ha most megragadod ezt a kijelentést, hogy velünk van az Isten, ha most megragadod ezt a kijelentést, hogy a nyugalomban, bezárva a családod tagjaiddal, az állataiddal, a rokonaiddal, a lakótársaiddal, keresed azt, hogy te áldás legyél számukra. Te áldás tábot állítasz fel, mikor éppen ő van a diszkomfortja miatt kicsit a megszokotton kívüli állapotban. Akkor te vagy számára áldás. És ugyanúgy egy áldás tábot alkottok, mikor a szülők vannak diszkomfortos állapotban, a gyerekek ragadják meg ezt a kijelentést, hogy nincsenek egyedül, mert velük van az Isten, és erőt ad nekik, és békességet ad nekik, hogy áldás legyen a szülőknek. És ugyanúgy a szülők a gyerekeknek is. Ez egy különleges időszak. Ez egy olyan időszak, ez egy extra kegyelmi időszak az Istentől. Ő nem ellenünk van, hanem értünk. Ő velünk van, és a legjobbat készítette. Az Araráton akarja megfeneklettetni a te bárkádat. A te bezártságodat, a te koronavírusos kijárási tilalmadnak önként vállalt, hogy egyenlően Magyarországon még nincs kijárási tilalom, de önként vállalt kijárási tilalmadnak, vagy az iskola bezárásoknak, vagy a munkahelyeknek, az otthonról való dolgozásnak a bezártságából származó bárka élmény és bárka megtapasztalást, ő befejezni, hogy az Araráton parkolj le a visszájára fordított átoknak a helyére. Ráadásul ez egy magasság, egy hegy. Nem a völgyben akar Isten téged megparkoltatni ezután az időszak után, hanem egy hegyen. Az áldásnak a hegyén. A visszajára fordított átok. Mert igen, van egy átok. Ez átok. Minden betegség, minden nehézség, minden nyomor, az átok. Minden pusztulás, minden szükség, minden diszkomfort, amiben az ember belekerül. Mindaz az a gazdasági átrendeződés, amiben benne vagyunk. Mindaz az oktatásban, a munkavégzésben való átrendeződés, amiben benne vagyunk. Ez mind átok, nem jó, nem az Isten szerint, rossz dolog. De az Isten azt akarja, hogy ezt a visszájára fordítsa a te életedbe. És pedig úgy, hogy megtapasztaltad, benne voltál, de szinte azzal a lendülettel a visszájára fordítva egy új lendülettel fogsz elindulni és fogsz kitörni. Az Isten magaslatán, a hegynek a csúcsán, a csúcson akar téged az Isten látni. Ezért adta az Úr Jézus Krisztust. Ezért halt meg. Nisztán hónap 14-én, 7. hónap 14-én, hogy feltámadjon a csúcson. És onnan induljon az életed még tovább. És nagyon fontos, hogy fokozatosan húzódik vissza az ítélet, a pusztulásnak, a nyomornak, a nehézségnek a vize, a bárka történetben. És fokozatosan húzódik vissza a hirdetem Jézus nevében, ennek az időszaknak a nehézségei, a gyógyulások, a gazdaságnak az elindulása. De mindezek nyomán új lehetőségek nyílnak, és új lehetőségek fakadnak. Megtermékenyül az a terület. Ebben az időszakban. Olyannyira, hogy a hegy oldal, ahol megfenek lett a bárka, miután kijöttek Noé és a vele levők a bárkából, én azt gondolom, hogy ott még egy darabig, még ott időztek egy ilyen, már nem a bezártságban, de ahogy húzódott vissza a víz, és ki tudtak jönni, hogy volt még nem volt ugye szállásuk, még nem volt házuk, még nem volt semmi, tehát a bárkába vissza tudtak járni, hogy ott, hogy biztonságban legyenek, hogy ott tudjanak aludni, hogy a kialakított körülmények, a főzés, a minden egyéb dolog, ami az egy éven át való bezártsággal együtt járt,
hogy azokat is használják, de már elkezdtek az a Balkán belüli áldásból elkezdtek kifelé is fektetni. Ezért mondja azt, hogy szőlőt ültetett Noé. És termett is az a szőlő. És a hegyoldalon termett ez a szőlő. Az Isten Isten az átoknak a visszájára fordított, azaz az Ararát hegyén termett az a szőlő, és itt is láthatjuk az Isten gondviselését és a gyümölcsözésnek is a mintáját. Ráadásul nem véletlen az, hogy szőlő, mert a szőlőből van az új szövetségnek a leve, a bor. És azt mondja Jézus, aki issza ezt a poharat, az életet iszik. Szeretném, hogy látnátok, és én is szeretném látni, hogy ebben az időszakban, ahogy most benne vagyunk, ebben a bálka megtapasztalásban, megtanulunk ezzel együtt élni, együtt főzni, együtt tevékenykedni, megtanulunk online kapcsolódni egymáshoz, megtanulunk jobban odafigyelni a másikra, megtanulunk és felszabadítjuk magunkban, hogy a házastársainkkal sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek, hogy a gyerekeinkkel sokkal odaadóbbak, hogy a gyerek a szüleikkel sokkal tiszteletteljesebbek legyenek. Mindezek a dolgok, amiket megtanulunk a bálkán belül, ezeket a bálka után nem kell otthagyni, hanem pontosan ez a lényeg, hogy azokból merítve fogunk tudni, ahogy visszájára húzódik a víz, ahogy visszájára húzódik a nyomorúság, egyre inkább vetni, gyarapodni, gyümölcsözni. Nem vagyunk egyedül. Mert velünk van az Isten. És arra rendelt el, hogy áldástábokat alkossunk. Közösségek, gyülekezetek, családok, munkahelyek, baráti társaságok, áldástábok. És mindaz a megtapasztalás, amit most a bárkában, a villában, az összezártságban megtanulunk, mindez legyen a javunkra, és legyen az áldásunkra. És ebből merítve tudjunk tovább menni. Úgyhogy ragadd meg ezt az időt. Ragadd meg ezt a lehetőséget. Mindenek előtt, hogy tudd azt, hogy nem vagy egyedül, hanem Istennel vagy együtt. Mert ő veled van. És nyisd ki a szívedet. Ne gondold azt, hogyha vége lesz ennek az időszaknak, minden ugyanúgy tud folytatódni, ahogy eddig folytatódott. Semmi nem fog ugyanúgy folytatódni. Minden átértékelődik az embernek az életében. Mindennek más helye, más praktikája lesz. De hogy ez jobb lesz-e, és az átok a visszajára fordul-e, az azon múlik, hogy Istennel együtt vagy-e most bent a bárkában. Úgyhogy én arra hívlak téged itt a képernyők előtt, hogy ragadd meg ezt a lehetőséget. És egy egyszerű imával be tudod vonni, be tudod hozni Istennek az áldását a te életedbe. Fel tudod szabadítani az otthonodba, a gyermekeidnek, a családodnak, a szüleidnek, a barátaidnak az életébe. Úgy fogjuk csinálni, hogy én előre mondom, és szeretném, hogyha te is velem együtt mondanád. Ott, ahogy vagy, ott, ahol ülsz. Drága Úr Jézus, mondd velem együtt. Drága Úr Jézus, én hálás vagyok neked a te végtelen szeretetedért. Hálás vagyok neked, hogy te nem hagytál egyedül. Hogy velem vagy. A világ végezetéig. A sok nyomorúság közepette is. Én hiszem és vallom, hogy veled legyőztem a világot. Veled legyőztem a világban levő rosszat, a betegséget, még a halandóságot is. Én az az ember vagyok, akinek örök élete van. Mert te a Golgotai kereszten vállaltad, hogy lerendezed a múltamat, hogy kézben tartod a jelenemet, és hogy gondoskodsz a jövőmről. Hogy meggyógyítod az én testemet, épségben és egészségben tartod, megelégíted a lelkemet, és összeforsz az én szívemmel. Összeforsz az én szellememmel.
örök élettel betöltve. Én ehhez ragaszkodok. És köszönöm, hogy te trónolsz a viharok felett. Köszönöm, hogy a te terved az csak jó. Köszönöm, hogy te helyet cseréltél. A Golgotai kereszten, én velem, hogy én ne a pusztulásba menjek, hanem a csúcson folytassam innen. Mert megfeneklik az én bárkám. A visszájára fordított átok. Csúcsán. Áldásból. Áldásba. Gyümölcsözésből. Gyümölcsözésbe vezetsz. És mindazokkal az eszközökkel, mindazokkal az új és szent szokásokkal, az új készségekkel, a nagyobb szeretettel, türelemmel, békességgel, mindezeknek a dolgoknak, dolgokkal meggazdagodva hozol ki engem ebből az időszakból. És ezáltal, és ezeken keresztül még inkább gyümölcsözővé teszed az én életemet, a családomat, a munkahelyemet, a gyülekezetemet, és ezt az országot. Amint a mennyben van, legyen meg itt a földön is. Köszönöm, Jézus. És drága Szent Szellem, te vagy az, aki beköltöző az én életembe, és mindezt valóságát teszed. Fúj végig, ahogy a szél feltámad, és megszárítja a vizet. Kiszárította az özönvizet. Söpörjön végig a mennyei szent szél az én életemben, a családomban, és ezen az országon keresztül. És én ezért vagyok áldott, és ezért vagyok szeretett. Mert ilyen Istenem van. Áldottak vagytok. És találkozunk jövő héten. Ha esetleg szaggatott, akkor vissza fogjuk tölteni egyben, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos és hasznos üzenetet tartalmazott ez számunkra. Szeressétek egymást, és áldás stábokat alkotva tudjátok azt, hogy nem vagytok egyedül, hanem áldások vagytok egymásnak. Amen.